Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, mit csinálj az ingatlannal, ha te örökölsz? Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok havi előfizetéses klub, úgyhogy legyél klubtag, tanulj az ingatlanokról. Illetve hogyan indulj el az első ingatlan befektetéseddel címmel ingyenes online előadást tartok augusztus 13-án szombaton 10 órakor. Kattints, iratkozz fel, küldöm a linket és legyél ott. Na akkor csapjunk is bele ebbe a témába. Ha te örökölsz, én úgy szoktam mondani, hogy nagyon sok örökös az értékes örökséget, tehát egy ingatlant elcseréli egy értéktelen pénzre. Talán ebben az inflációs és majd a még inflációsabb környezetben talán nem is akarom túlmagyarázni, hogy milyen hülyeség ez. Úgyhogy ha én javasolhatok neked valamit, és itt az elején azért lelövöm a poént, legalábbis egy részét, hogy igenis vásárolt ki a többit. Ugye a többinek nyilván le kell mondani az elővételi szándékról, jogról, stb., ha te elkezded ezt csinálni, de én azt mondom neked, hogy igenis kezd el apránként kivásárolni őket. Ha mondjuk vannak hatan heten, ezért nem egy ilyet találtam, meg láttam, meg vásároltam is ingatlan, szépen apránként vásárolj, és hidd el, hogy az értéktelen pénz helyett egy értékesebb dolgot kapsz, egy sokkal értékesebb dolgot. Jó? Úgyhogy ha javaslatok valamit, akkor igenis vásárolt ki az embereket. Nyilván, ha egyedül örököltél, akkor viszont ne kulcsa vetjél el, mert sajnos olyannal is találkoztam most, hogy örökölt ingatlant el akarom adni, és majd mit tudom én, karibi szigetek. Tehát én úgy gondolom, hogy ha van egy értéked, ami tényleg érték, lehet, hogy a te kezedben nem az, akkor keres valakit, aki meg tudja neked mutatni, hogy ez mégis egy nagyon értékes dolog. Tehát ezt nem szabad elkótyavetyélni, tilos, jó? Tehát nem szabad elkótyavetyélni, ez egy értékes dolog, sokkal értékesebb, mint egy átlagember ezt képzeli, különösen abban a helyzetben, amikor azt te bérbe tudod adni, és könnyen lehet, hogy téged az a bérleti díj fog megmenteni, és átsegíteni a nehezebb helyzeteken, mert az havonta esetleg tud jönni, akár ha most minden kötél szakad, mindig lesz hova menned, jó? Tehát azt gondolkozz egy picit hosszú távon, ha minden összeszakad, hogy akkor mi történik, és azért hidd el, amikor van hova nyúlni, még akkor is, ha ingatlan, és lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudom holnap meg egy nap alatt eladni, de egy rövid időn belül, amennyiben az ingatlan normális állapotú és jó, akkor még mindig tudsz bármilyen hitelt, akármit felvenni rá, tehát még mindig tudsz tőkét mozgósítani belőle, illetve mondhatom azt is, hogy a bérbe adhatod akár euróért is. Ugye most egyre több klubtagom majd beszélgettünk és térnek át az euró alapú elszámolásra. Vajon ez mit jelenthet, igaz? Tehát pontosan azt, hogy hát a forintot lehet, hogy leértékelik még. Oké, tehát kérhetsz érte eurót. Ha nincsen pénze, bérlődnek kérhetsz érte tojást, csirkét, tyúkot, malacot. Most csak kicsit kisarkítva mondom ezt a dolgot, de lényeg, ne felejtsük el, hogy ez, hogy te ez bármilyen valutát kérhetsz érte, élelmiszertől kezdve bármit. És ez az egyik legfontosabb dolog, hogy tulajdonképpen neked van egy pénznyomdád, és ezért, ha te ingatlan törökölsz, igenis azt tartsd meg, és fordítsd pénztermelő ingatlannál. Jó? Úgyhogy erről nyilván lehet szó, ha megkérdezed, mert nem terveztem, de elég jó téma, hogyan indulj az első ingatlan befektetéseddel, mert örökséggel is el tudsz indulni. Oké, azt megmutatom ott is, hogy hogyan fogod ezt megtenni, vagy hogyan érdemes ezt megtenni. Úgyhogy augusztus 13-án szombaton 10 órakor remélem találkozunk, kattints, iratkozz fel, és legyél ott az előadáson. Szia!